Itt egy befőttes üveg. Első évben, amikor idejöttünk, akkor csináltunk kovászt, és egészen 2017 nyaráig nagyon jól működött, és használtunk, sütöttünk belőle kenyeret. Viszont valami történt velem, mert annak ellenére, hogy azt írják, hogy nyugodtan lehet pihentetni, be lett rakva a hűtőbe, el lett felejtve, nem volt etetve, mert elvileg etetés nélkül is ki kell bírnia, de aztán lehet, hogy mégse így van, mert a példa azt mutatja, és sajnos a kovács az nem maradt meg. Viszont most csinálunk még egyet, és ennek a születését fogjuk most látni. Semmi másból nem áll, úgy fogjuk elkészíteni, én a múltkor is úgy csináltam, hogy egy evőkanál teljes kiüllésű liszt belekerül a befőttes üvegbe, rozsliszt egy evőkanállal, és egy evőkanál sima finom liszt belekerül a befőttes üvegbe. Miért kell kétféle? Én így gondolom jónak, nem tudom. És ma a kenyér is így szokott finom lenni, azért így csinálom. És erre az egészre rárakunk két evőkanál szintiszta vizet. Egy evőkanál, és még egy evőkanál. Miután ezt beleraktuk, jól összekeverjük. Csomó. Nem, itt van. Ja, ez nem zörög. Összekeverjük csomómentesre, és hagyjuk pihenni egy egész napot. Miután pihent egy egész napot, utána még egy kicsi vizet, mert szerintem még egy pici vizet rakjál, akkor legyen egy egész pici, mert nagyon sűrű lett. Jó. Úgy, jó, tökéletes. Az a lényeg, hogy hagyjuk pihenni egy egész napot szobahőmérsékleten, és miután ez megtörtént, a második nap kap két evőkanál vizet, két evőkanál lisztet, egy ilyen, egy olyan lisztet, és ezt ismételjük egészen ötödik napig, és az ötödik napon már elvileg készre kell legyen elkészülve a kovásznak, amiből majd csinálunk finom kovászos kenyeret. És miért kell többet rakni a két nap múlva, azt mondtad? Igen, mert akkor már etetethet, és hogy legyen mennyiség az üvegbe. Tamagocsi. Egyre több mennyiséged legyen, amiből majd, amikor majd sütsz, ki tudsz venni belőle kovászt. Kész kovászt, és azzal készíted el a kenyeret. Ezt szerettem volna még megkérdezni, hogy oké, hogy csinálsz kovácsot, de minek? Mire kell ez? Mert nem biztos, hogy tudja ő is ott. Ez kenyérhez kell, majd szép kovászos kenyeret csinálunk belőle. Mint ahogy korábbiakban is csináltunk, és hogy a kovász kenyér az meg viszont azért jó, mert nem kell hozzá élesztőt adni, és úgyis nagyon finom, ízletes, friss, ropogos házi kenyér lesz. Kovász segítségével. Vagyis az a lényeg, hogy a bolti kenyeret magunk sütjük, az ő kezével, illetve a bolti kenyérbe az élesztő helyett kovácsot rakunk. Igen, de hogy értve a bolti kenyérbe? Már nem hozunk bolti kenyeret. Mi azt mondtam? Igen, a bolti kenyérbe. Helyett. Nem azt mondtam? Nem, bolti kenyérbe. Akkor vissza az egész. Szóval a bolti kenyér helyett házi kenyér. Hát de mondtam is, hogy a te kezeddel. Igen, igen. Készítünk kenyeret a kovászból. Igen, igen. Azt már viszont jól mondtad. Na, szóval a lényeget talán akkor érted, hogy a bolti kenyér helyett a saját magad által csinált kenyér az sokkal finomabb, ezt már tudjuk, de hogyha kovácssal csinálod, akkor még finomabb. És élesztő nélkül az a lényeg, mert az élesztő mindig elfogy, és ahhoz is az például a múltkor pont úgy jártunk, hogy egy egyszerű sima élesztő nem volt a boltban.